Kakaós csiga, epres croissant és számos sós finomság is került a Mindszentpusztai autista otthon lakóinak asztalára. A Pedro pajtában látták őket vendégül egy késői, de annál bőségesebb reggelire. A Pékség szinte elsőként csatlakozott a Győr Plusz Angyalok nevű kampányunkhoz, melynek lényege, hogy december 1-e és 24-e között online felületeinken kis videókban foglaljuk össze, milyen élményajándékot vagy üzenetet küldenek az angyalok a fiataloknak, időseknek, fedél nélkülieknek, betegeknek. Nagyon örültünk, mert mi azért szeretünk adni, és főleg egy ilyen helyzetű embereknek úgy gondolom, hogy pont itt az adventi időszakban ez egy nagyon jó eső dolog. A karácsony érkezik, ugye a legszebb ünnepünk, a legmeghittebb ünnepünk, és ezért gondoltuk, hogy mindenképpen támogatjuk a Győr Pluszot. Rajtunk keresztül pedig ezúttal az autista otthon lakóinak szerezhettek örömet, hiszen igazi lakomával készültek a számukra. Kávét és meleg szendvicset is feltállaltak, de muzsikából sem volt hiány. Várai Laci és zenésztársa is glóriát és szárnyakat húztak, és azt adták ajándékba, amihez a leginkább értenek. Szerintem meg voltak lepve, nyilván, mert ez egy meglepetés délelőtt nekik, úgyhogy örülünk, hogy örülnek, örülünk, hogy örültek. Szerintem tőlünk szinte függetlenül a zenének van egy olyan varázsa, meg ereje, amit igazából mi megtanultunk használni, úgyhogy ez egy csak jó olvasata van egy ilyen muzsikálásnak, meg felkérésnek. Az autizmussal élőknek sokat jelentett ez a kis délelőtti program, hiszen ritkán van lehetőségük kimozdulni. 17 éve működik a Mindszentpusztai Autista Otthon, és még soha nem volt ilyen kedves felkérés senki részéről. Ezért meglepte őket, de nagyon nagy várakozással várták. És egy advent közelettével nagyon szépen köszönjük, és az önövükben is, hogy részt vehettünk ebben a reggelizésben, és az együtt töltött időben. Én úgy látom, hogy most gyűjtik az élményeket, és majd természetesen a lakóotthonban majd történik az információcsere, hogy ki mit élt át. Az angyalok tehát ismét kitettek magukért, a meglepetés ajándékok sora pedig folytatódik, melyekről híradónkban is folyamatosan beszámolunk majd.